Dzień dobry, nazywam się Bartosz Ligocki. Köszöntök mindenkit, Bartosz Ligocki vagyok. I pokrótce chciałem opowiedzieć o lekkiej kawalerii w Polsce. És röviden szeretném ismertetni a lengyel könnyű lovasságot. Z okresu 16. i głównie 17. wieku. A 16. és főleg 17. századból. I tak jak już Piotr powiedział wcześniej o zapomnianej kawalerii jako pancernej. És úgy, ahogy Piotr említette az úgymond elfeledett páncélingeseket, akkor ehhez képest rólunk már szinte senki nem emlékezik. Lekka kavaleria jest wołem roboczym każdej wojny w 17. wieku. A könnyű lovasság a 17. században minden egyes hadseregnek az igáslova. Definicja jest tak rozmyta, że właściwie lekka kawaleria używana jest do wszystkiego. Annyira szét mosódik a definíció, hogy gyakorlatilag a könnyű lovasságot az ég adta világon mindenre használták. Od działań typowo bojowych, po znalezienie jedzenia i pastwisk dla koni. A kifejezetten hadászati céloktól kezdve egészen a legelők felkutatásáig, a lovak, állatok számára. Obsadzania zdobytych zamków i grodów. Az elfoglalt várak és erődítmények felszerelését és ellátásáig. Poszukiwania przejść przez rzekę, znalezienia pościgu za czambułami tatarskimi, które... Folyón való átkelési lehetőség megtalálásán keresztül a tatár egységek, elveszett tatár egységek felkutatásán át. Csambuk, igen, a tatár portyázóknak a felkutatásán át. I żeby zdać sobie sprawę, nie ma definicji lekkiej kawalerii, és a 16.-17. századra nincsen egy konkrét definíciója annak, hogy milyen lehetett a könnyű lovasság. To my jako współcześnie żyjący ludzie, mając w głowie regulaminy wojskowe 18-19-20-wieczne, próbujemy jakoś to zebrać. Mi a mai 20. századi felfogásunkkal próbáljuk ezeket valahogy összegyűjteni, rendszerezni ezeket az információkat. Dlatego spróbowałem zebrać całą wiedzę, którą wiemy, i jakoś to usystematyzować i... Tehát igyekeztem összeszedni mindazt a tudást, amivel rendelkezünk, és valahogy ezt átadni. És nem sikerült. W XVII wieku nie było konieczności dzielenia oficjalnie poza husarią i pancernymi wojsk na jakieś konkretne nazwy. A 16.-17. században a huszárság és a páncél ingeseknél túl nem volt szükség arra, hogy tovább bontsák a hadsereg összetevőit. Głównie nazywano to lekką jazdą kozacką, co już powiedział Piotr. Főleg könnyű kozák lovasságnak hívták. I teraz jazda kozacka mogła się dzielić na kozacką jazdę pancerną, petychorców, lisowczyków, wołosów, tatarów i no, dragoni to troszeczkę inna opcja. És ezeket a kozák könnyű lovasokat lehetett tovább bontani, kozák, páncélinges, petihóra, Lisovčík, Moldáv lovasok, tatárok és így tovább. Tu máme opis, jeden z niewielu zachowanych przekrojów, jak wyglądały kasty jeźdźców, czyli mamy panów husarzy. Itt láthatunk egy rendkívül találó ábrázolást arról, hogy hogyan alakultak a lovasoknak a rendjei. A legfelsőbb szintjén látjuk a nemeseket, tehát a huszárokat, a páncélingeseket. Láthatunk egy nemesi páncélinges ábrázolást is. Láthatunk egy hajdú típusú, hajdú gyalogost. És láttok-e itt valahol könnyű lovast? Minket senki nem ábrázolt.
węgierskie i polskie ubiory XVII-wieczne. Lengyel és magyar viselet a 16. században. Pokazują, jak dużo wzajemnie jeden naród od drugiego czerpał, wyekstrapowując miąższ i najważniejsze rzeczy. Látszik ezen az ábrázoláson, hogy mennyire sokat kölcsönöztünk át egymástól, úgyhogy a legfontosabb dolgokat absztraháltuk. Tak wyglądały, tak mniej więcej wyglądały znaki lekcji. Nie miały pancerza. Körülbelül így nézhetett ki a tipikus könnyű lovasság. Nem voltak páncélingeik. Bardzo często nie posiadały broni palnej na samym początku, bo była droga. A legelején nem rendelkeztek lőfegyverekkel sem, hiszen az rendkívül drága volt. Głównie posługiwały się łukiem. Főleg íjjal voltak felszerelve. Sáblom. Szabjával. I czasami. Néha. Czasami bronią drzewcową. Néha dzsidákkal. Pancerny, lekka jazda. Páncélos, könnyű lovasság. Tak mniej więcej wyglądały. To jest oczywiście z XIX wieku obraz. Ez egy 19. századi stylizált festmény, de nagyjából így nézhettek ki. Bardzo często były to pomoce dla jazdy pancernej i jazdy husarskiej, wspomagające, umożliwiające im działanie. Nagyon sok esetben segéd feladatokat láttak el a páncélingesek és a huszárok számára, tehát az ő cselekményeiket támogatták mindenféle módon. Tehát mi dolgoztunk, gyakorlatilag mi dolgoztunk az ő sikereikre. Bardzo często nie każdy kozak, nie każda jazda kozacka była kozacka, to co już wspominał Piotr. Nem minden kozák lovasság volt kozák. Ale była używana praktycznie do wszystkiego, łącznie ze zwiadami i również posiadała broń drzewcową, na przykład litewscy petychorcy, których właściwie są dwa przedstawienia, które być może są właśnie to są mityczne jazdy. Nagyon sok, többek között felderítésekre használták akár például a litvániai petihórákat, akikről csak összesen két említés van. Czesne przedstawienie jeźdźca lekkiego litewskiego, polskiego. Korai ábrázolása a litván és a lengyel lovasnak. Chorągwie ciężkie, huszárskie. Nehéz huszár zászlóaljak. I chorągwie lekkie. És könnyű zászlóaljak. Kozackie znazdy. Nevez kozákok a nevük alapján. Bardzo często bazujemy na obrazach, które malowali zachodni malarze, nie mający żadnego pojęcia na temat tego tyglu, który mieliśmy tutaj z nazewnictwem. Nazywali wszystkich kozakami. És nagyon sok esetben olyan ábrázolásokkal van dolgunk, amiket a nyugati művészek készítettek, akiknek semmilyen fogalmuk nem volt azokról az állapotokról és arról a felosztásról, ami nálunk szerepelt. Nie mamy dużej ilości opisów czy rycin. W 1930 Gębarzewski przerysował Stefano della Bella, również zachodniego malarza, który malował również polskie postacie. Stąd możemy się domyślać, jak one wyglądały. Itt is csak egy feldolgozást láthatunk arról, hogy hogyan ábrázolt, tehát ez egy lengyel művésznek a feldolgozása arról, ahogy a nyugatiak ábrázolták a lengyel lovasokat. To, co wspominał już Jarek, to, co wspominał Piotrek, bardzo często ta jazda była nie do odróżnienia często od jazdy tatarskiej czy tureckiej, bo przejmowaliśmy ich system walki, żeby z nimi walczyć. És ott, ahogy korábban említették a Jarek is, Piotrek is, átvettük az ellenfeleinktől az ő hadászati módjukat, öltözködési stílusokat is, tehát gyakran nem lehetett megkülönböztetni egymástól, hogy egy tatár vagy egy lengyel könnyű lovasról van szó. Dlatego jazda lekka, żebyście zapamiętali, że jazda kozacka nie oznacza zaporoskich kozaków, którzy w większości byli piechotą.
És itt nagyon fontos megemlíteni, hogy ezért a kozák lovasságot hallatán nem szabad összekeverni őket a valódi kozákokkal, akik túlnyomó részükben gyalogság voltak. Ciekawostką na skalę właściwie nie występującą nigdzie indziej jest... Ez egy nagy, egy rendkívüli érdekesség, ami gyakorlatilag nem szerepel sehol máshol a világon. Jest rodzaj wojska, jest eksperymentalny rodzaj wojska. Ez egy, egy ilyen kísérleti jellegű hadiformáció. Którą na początku XVII wieku stworzono, żeby mieć możliwość wysyłania bardzo dalekie, to jest grupa dalekiego zasięgu, działania, coś jak komandosi dalekiego zasięgu, long range. Ez egy olyan próbálkozás volt, amelyiknek a célja az volt, hogy olyan katonai formációt hozzanak létre, amelyeket el lehet küldeni távolba, hogy ott vigyenek véghez különféle hadi cselekményeket. Tehát leegyszerűsítve, mai analógiával élve, egyfajta ilyen speciális osztag szerepét töltötték be. To była grupa utworzona, formacja utworzona przez Lisowskiego. Nie opłacana z rządu państwowego. Oni mieli utrzymać się sami na łupach zdobycznych, czyli system motywacyjny korporacyjny. És a nevük a Lisowski-től származik, aki a üttörője volt ennek, aki létrehozta ezt a formációt. Ők alapvetően semmiféle zsoldot nem kaptak, gyakorlatilag csak abból tartották el magukat, amit megszereztek, tehát egy mai szemmel nézve egy korporatív vállalkozási alapú módon tartották el magukat, abból volt prémiumuk, amit ők maguk kidolgoztak. Amit megszereztek. Tutaj liczyła się manewrowość i szybkość. Potrafili do 140-150 km dziennie przejechać. Niewyobrażalna liczba na ówczesne czasy, bo podróżowali na lekko. És ami lényeges, hogy ők nagy, óriási manőverező készséggel rendelkeztek, és óriási távolságokat tettek meg, ami azt jelenti, hogy 140 és 150 kilométeres távot tudtak megtenni egy nap alatt. Są zapisy, że dojechali aż do Morza Białego, do Syberii. Vannak feljegyzések arról, hogy egészen a Fehér tengerig jutottak el Szibériában. Végig könnyű felszereltséggel, tehát semmi nehéz felszerelésük nem volt. A lovakat menet közben cserélték tatár módon, tehát mindegyik lovasnak volt két-három váltó lova. Ez a megfelelője volt a mai idegen légiónak. Skupiającej wszystkie narodowości. Każdy mógł zostać Lisowczykiem. Hiszen bárki csatlakozhatott ehhez a formációhoz, származásra való tekintet nélkül. Niezależnie od statusu społecznego, szlacheckiego. És ugyanúgy, és ugyanakkor, mint pedig rangbéli státusz nélkül is. Tehát a nemestől egészen a legegyszerűbb földművesig bárkit csatlakozott. Nemzetiségre való tekintet nélkül. Jedynego, co było obowiązkowe, to była absolutna, wręcz poddańcza lojalność do dowódcy. Az egyetlen és egyben a legfontosabb kritérium az volt, hogy maximálisan alávesse magát a parancsnokának. Tehát a parancsnokhoz való maximális elhivatottság volt a legfontosabb és egyetlen kritérium. Bardzo często do Lisowczyków, tak jak do Legii Cudzoziemskiej, uciekało się, żeby nie dostać się do więzienia. Nagyon gyakran, hasonlóan az idegen légióhoz, itt kötöttek ki olyanok, akiket akár börtön, akár halál fenyegetett. Halálbüntetés fenyegetett. Byli tak słynni i znani ze swojego okrucieństwa. Annyira híresek voltak a könyörtelenségükről, że w zachodniej Europie do jeszcze 200 lat później
matki v Dani strašili nimi děti. Még 200 évvel a megszűnésük ennek a formációnak a nem megszűnése után, miután már nem létezett ez a formáció, még 200 év múltán is a dániai anyák velük riogatták a gyerekeiket. Őket úgy lehetne jellemezni, mint a háború kutyái, akiket kiengedtek, akiket szabadra engedtek. Petihorce, czyli litewska średnia ciężka jazda, której być może są dwa przedstawienia w ogóle. Petihórások, petihórák, rai lovasok, akik a litvániai közép súlyú lovasságnak lehetne őket nevezni, két helyen ábrázolt, tehát két helyen vannak csak ábrázolva. Dość charakterystyczna rzecz, używali włóczni lub długi włóczni lub krótszych kopii. To była dość charakterystyczna dla nich rozpoznawana. Rövidebb kopjákat, vagy hosszabb lándzsákat használtak, és ez volt az ő erről lehetett őket felismerni. To być może jest jedno z tych przedstawień, dlatego chcę, żebyście zobaczyli, jak trudno jest czasami określić. Czy jesteście w stanie rozpoznać, co to jest za formacja wojskowa? Ez az egyik ábrázolás, amelyikből származik a két ábrázolás közül az egyik, és hogy itt bárki föl tudná ismerni, hogy itt milyen katonai formációról van szó. Musimy bazować na zasadzie dużych powiększeń. Itt nagy felnagyítások és hipotetikus feltevésekre kell alapoznunk. To teoretycznie też są petihorcy, a wyglądają jak pancerni. Elméletileg ők is petihórai lovasok lehetnének, litvániai petihóra lovasok, de viszont úgy néznek ki, mint a páncélingesek. Tehát el kell, hogy tehát mindazonáltal tudnotok kell, hogy azon kívül, hogy itt ilyen tudálékosnak tűnik az, amit mondunk, és fogalmunk nincs arról, amit mondunk, hogy miről beszélünk. Tak samo tutaj. Wielka panorama bitwy pod Warszawą. Itt is egy hatalmas panoráma a Varsói csatáról. A tu na samiutkim dole mamy szwedzką rajtarię walczącą z polską jakąś jazdą. A kép legalján svéd rajtárok és lengyel valamilyen lovas egységekkel harcolnak. Nie mamy zielonego pojęcia, co ci kolesie sobą reprezentują. Fogalmunk sincs arról, hogy ezek a fickók itt mit képviselnek. Keresik a bal. Bitwa pod Kirchholmem, o której wspominał Jarek. Kirchholmi csata, amelyiket említette Jarek. Malowana przez Petera Snyersa. Peter Snyers festménye alapján. Mamy tutaj jeźdźca z długą włócznią lub lancą. Van itt egy lovasunk, akinek hosszú lándzsája vagy dzsidája van. Kapturze i płaszczu, więc nie mamy żadnego pojęcia, czy on ma pancerz pod spodem, czy nie. Van egy kabátja, nem tudjuk, hogy mi van alatta. Więc nie wiemy, czy to są huszárze, tylko tak... Lepel van rajta, nem láthattuk. És nem tudjuk azt, hogy ők huszárok, akár stilizált lovasokról van szó. Czy pancerni, czy petihorcy, czy nie wiemy, czy to jest ciężka, średnia, czy lekka. Páncélingesek, nem tudjuk, hogy nehéz, közepes, vagy könnyű lovasról van szó. Wiemy tylko, że mi bardzo efektywni. De tudjuk azt is, hogy nagyon hatékonyak tudtak lenni. Tatarzy. Menjünk tovább, a tatárok. Okazuje się, że tatarzy to też jest formacja, to nie jest narodowość, tylko jest to pewien rodzaj formacji. A tatárok esetében is nem nemzetiséget értünk, hanem egy katonai formációt. Najbiedniejsza jazda 17. wieku. Nie było niżej. A 17. század legszegényebb lovassága. Lejjebb már nem volt semmi. Poruszająca się, każdy tatar miał przy sobie 4-5 koni, cały dobytek ważył ze sobą. Minden tatár rendelkezésére 3-4 ló állt, és az egész felszerelését mindig magával hordta, mindig nála volt. Ale to, że była to najbiedniejsza jazda, nie oznacza, że nie była efektywna tutaj w ataku na Karola Gustawa. Az, hogy a legszegényebb volt, az nem azt jelentette, hogy nem voltak elég kellően hatékonyak. Itt ezen a festményen látható, ahogy
Gusztáv svéd királyt sikeresen fegyverzik le. A hasonló módon harcoltak, mint a sáskák. Egyszerre csak elöntötték a semmiből a ellenfelet, és megsemmisítették. Teraz chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Nie tylko najdroższa i najbardziej spektakularna jazda używała skrzydeł. Nem csak a leg inkább elit és leginkább leggazdagabb lovasság viselt toldíszt. I żeby było ciekawiej, do dzisiaj nie wiemy, do czego te skrzydła tak naprawdę służyły. A mai napig teljes bizonyossággal nem tudjuk, hogy milyen célt szolgáltak ezek a szárnyak. U huszárzy wyglądało to pięknie i spektakularnie, żeby powiększyć splendor. A huszárságon ez gyönyörűen és fenségesen nézett ki, főleg azért, hogy eleganciát és dicsőséget kölcsönözzön. A biedny tatárok? És a szegény, egy szegény tatár lovason mi célt szolgált? De una próba marketingu huszár. Tak, una próba marketingu a la huszár. Igen, az is lehet, hogy ez egy marketing cselekvény volt, hogy a huszárhoz hasonuljon. Jest teoria, że były to wyznaczniki również oficerów tatarskich. Van egy ilyen elmélet, amely szerint a tatár tiszteknek volt a megkülönböztetése. A tollak elég jellegzetesek egy csatában, hiszen nagyon jól meg tudják mutatni egy vezető, egy tisztnek a helyét. Bardzo często podstawowa działalność to była strzelanie z łuku. Są zapisy, że były strzały gwiżdżące, którymi oficer ukierunkowywał strzał i w to miejsce potem cały szambu wysyłał 2000 strzał za jednym zamachem. Voltak a legelterjedtebb és a legtipikusabb fegyvernemük az íj volt, és azt van feljegyzésünk arról, hogy speciális süvöltő íjakat lőttek ki abba az irányba, ahova a nyílzáport kellett zúdítani. Tehát ez pontosan úgy működött, mint a mai lézer mutató, lézer célzó elem. Tehát a süvöltő íj nyílvessző megmutatta a pontos becsapódási helyet. I ostatni rodzaj wojska, o którym w sumie mówię tylko króciutko, bo już przekażę do niego. És az utolsó hadnem, amiről említek, hiszen átadom a szót a gyalogsághoz. To jest próba wsadzenia piechoty na konie. Az egy kísérlet arra, hogy a lovasságot lovakra helyezzék. To nie byli, na początku to nie byli jeźdźcy. Az elején ők nem lovasok voltak. Sadzało się piechociarza z bronią panną na konia, żeby go po prostu dowieść na bitwę. Egyszerűen csak azért ültették lóra a gyalogost, hogy eljuttassuk a fegyverével együtt, eljuttassuk egy másik helyre. Dlatego bardzo często wygląda po prostu w ten sposób, dojeżdżając na bitwę i strzelając. Tehát gyakorlatilag nagyon sok esetben így néztek ők ki, amikor lovon ültek, de csak azért ültek a lovon, hogy eljussanak a egyik pontból a másikba. Dopiero potem na wzór szwedzkiej retarii, również na Węgrzech, powstały właśnie jednostki skupiające się głównie na broni panny, nie posiadające nic innego poza szablą, ewentualnie toporkiem, i pistoletami, i arkebuzami, muszkietami. Csak később alakultak ki, hogy Magyarországon is svéd mintára azok a lovasok, akik lőfegyverekkel rendelkeztek, volt egy szabjájuk, esetleg egy szekercéjük. Dziękuję pięknie, nie zabieram csak. Nagyon szépen köszönöm, átadom a szót tovább.